Kedves vendégeink, kedves közönségünk! Hát nagyon örömmel tölt el, hogy ennyi sok érdeklődőt látok itt, annak ellenére, hogy a szomszédban egy elég nagyszabású káposztafőző verseny zajlik. Köszönök mindenkinek mindent, hogy eljöttek elsősorban, és köszönöm itt a vendégeinknek, hogy ők is eljöttek erre a ma esti könyv bemutatóra. Annál is inkább, mert egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amely 1999. március 25-én tetőpontjára hágott, és akkor ért véget az az időszak, amelyet hát mi itt Gömörben nem nagyon érzékeltünk, de tőlünk pár száz kilométerre azért Csalóközben, Mátyúsföldön, Dunaszerdahely, Galánta és környékén bizony nagyon sokan, majd egy évtizeden keresztül minden napokban érzékeltek. Ugyanis ezen a márciusi napon történt, hogy a hírhedt csalóközi klán, a pápai maffia élete kioltásra került a hírhedt fontán a bárban, és ez egy olyan nap volt, ami a könyvekben, és szerintem az ott élőkben is mély nyomot hagyott. És gyakorlatilag ez a szervezet, ez az időszak, ez egy olyan szégyenfoltja volt a 90-es éveknek, amely mind a mai napig nagyon kis mértékben került feldolgozásra, kibeszélésre. És rengeteg régi súlyosabb van, amelyet talán az érintettek magukban hagyva próbálnak feldolgozni. És nagyon sok olyan ember van, aki még mind a mai napig nem tudunk túl sokat róluk. Lehet, hogy még éppen betonban fekszenek, vagy egy jelöletlen sírban, vagy egyéb módon feldolgozatlanul. Nem szeretném természetesen ilyen rossz hangulatban kezdeni a beszélgetést, de ez egy kemény téma, amely úgy gondolom megér ennyi figyelmet, és úgy gondolom, hogy a közönség figyelme is erre irányul. És hát ez a decemberi alkalmunk egy különleges, mert Juhász Zsóza Jánossal fogjuk együtt vezetni ezt a beszélgetést, aki jó maga is, hát jó sok beszélgetést vezetett már különböző konstellációkban, különböző rendszerekben, és én magam is Jánosnak a korábbi beszélgető estjén inspirálódtam. És hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben Gyurica Katit és Szomolai Tibort, a két szerzőt, akik szerintem nagyon nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot, hogy megírták ezt a két könyvet. A Rendes Lányok Csendben Sírnak Ott, illetve a Klánt, amely egy korán sem egyszerű és könnyű témával foglalkozik. Ha még esetleg valaki megérkezett, akkor tessék nyugodtan befáradni, még akad egy-két hely. Szia! Sziasztok! Még talán akad egy-két ülőhely a közelben. Nyugodtan gyertek be! Annyit szeretnék kérni a közönségtől, hogy a telefonokat halkítsuk le, illetve ha valakinek dohányoznia kell, akkor inkább még az elején próbálja rágyújtani valahol kint, de itt mindenképpen mellőzik ezt a dohányzást. És hát tartalmas eszmecserét kívánok. Egy kérdéssel indítanék, ami most nem a vendégeknek szól, hanem a közönségnek. Ki olvasta a könyveket? Aki olvasta a könyveket, azt tegye fel a kezét. Tehát önöknek azért egy bizonyos információk lehet, hogy már ismerősök lesznek, de nagyon örülök, hogy sokan még nem olvastak, ezért mindenképpen kett csinálónak szálljuk ezt a mai alkalmat. Most én beszéltem, János, szerintem, hogyha jó, köszönöm szépen a szót és a lehetőséget, hogy mostan így ketten összefogtunk, hogy közösen vezessük ezt a mai estet. Én nekem az első kérdésem igazából az lenne mind a két alkotóhoz, hogy hogyan jött a téma végül is, tehát, mert ugye 20 évvel ezelőtt nagyon sokat hallottunk olyan, főleg akik Dunaszerdahely és környékén éltek. Mondjuk Tibor ugye ma évek óta Rimaszombatban lakik, de tudjuk, hogy annak idején Araferi csalszkart és töltötte az életét. De azért maradjunk a kérdésnél, hogy végül is hogyan jött a téma, miért ezt a témát választottatok mindketten? Kati? Én Somorján nőttem föl, az 20 kilométerre Pozsony felé van Dunaszerdahelytől, és én általános iskolás voltam, amikor a pápai klán és a
nem csak a felső vezetés, hanem a mindenféle kisebb emberei is így megjelentek a környékünkön. Úgyhogy igazából engem hála az égnek nem érintett soha a könyvem témája. Elsős gimnazista voltam, amikor megtörtént a 10-es gyilkosság, és ez a mi régiónkban, a családban és a szélesebb baráti körben, ez kb. Olyan volt, mint a New York-i ikertornyoknak a lerombolása, hogy a mai napig mindenki pontosan tudja, hogy honnan kapta az információt, ki mesélte el neki, hol volt éppen akkor, és igazából a következő hetek az csak róluk szóltak, és mindenki ezzel foglalkozott. Én egyszer találkoztam velük, és ez pedig a nagyszüleimnek a búcsúján, ez egy kis falu, Nyékvárkony, valahol Bős és Dunaszerdahely között, és ott az volt, hogy gyerekként mentünk ki a focipályára, ugye gyönyörű nyári nap, szüleim megígérték, hogy beleülhetünk a kacsába, és akkor ugye ez egy olyan terület volt, ahová nem lehetett behajtani autóval, és akkor egyszer csak megjelent három ilyen fekete autó egymás után, és akkor a szüleim arcán így láttam a rémületet, és így nyakon csíptek minket a húgommal, és hazavittek minket. És akkor mi meg így csírtunk, meg így ment otthon a hisztő, hogy hát nekünk a kacsa volt beígérve. És aztán csak így évek után derült ki, hogy ott is nagyon sok csúnya dolog történt, és igazából a fél falu hazament rögtön. Ugye ezek az én személyes élményeim, és pár éve ezelőtt akkor már az első két regényem megjelent, és ugye újságíró vagyok, hogy valahol akármilyen bizarrul is hangzik, de valahol vadászom, megkeresem a témákat, meg a jó sztorikat, és Somorján voltam kozmetikusnál, az különben nagyon jó hely, az ember mindent megtud így előre, hogy elég egy bármilyen választás, nem regionális, helyhatósági, bármilyen beülni oda, azt úgy kb. Szinte tökéletes képletet meg tudja, hogy ki lesz a polgármester, a képviselő, kinek milyen balhéja van, és milyen korrupciós ügyek mennek éppen. Úgyhogy igazából mindent megtud. És miközben, nem tudom, masszírozták arcomat, vagy valami ilyesmi, akkor mellettem feküdt valaki, egy ilyen idősebb nő, ilyen 50-60-as, aki arról mesélt, hogy hétvégén egy nagy családi összejövetel lesz náluk, és milyen nagy rendezvényre készülnek, jönnek a gyerekek is, jön a lánya, az unokák, majd ablakot mos, és majd sokat kell főznie. És akkor még így a nagyon cserfes volt minden részletbe, így beavatta a nagy közönséget, és akkor még elmondta a végén azt, hogy milyen kár, hogy ezt a fia nem érhette meg, milyen áldott jó gyerek volt. És akkor így kinyitott a szemem, így körbenéztem a szalomban, és a kozmetikus lányok is, hát is mindenki valamilyen fél mosolyjal, meg ilyen kacsintással, összenézéssel így lereagálták, de ennyi volt a maximum, szóval, hogy senki nem mondott semmit. Miközben ugye tudta mindenki, meg valahol az anyuka is talán a lelke mélyén, hogy az ő fi egy vadállat volt, ő egy hírhett, véreskező férfi, akivel senki nem akart az utcán találkozni. És nem tudom azt mondani, hogy konkrétan ez volt az a momentum, hogy azt mondom, hogy na én most akkor ebből regényt írok, de valamit elindított, és aztán kerestem a történeteket, és elkezdtem hangosan beszélni a 90-es évekről. És ugye mi ott lakunk, vagy a szüleim ott élnek így a mai napig, és minél jobban így ilyen baráti társasággal összejöttünk, elkezdtem mondani, hogy hát a 90-es évek mi hogy volt, akkor annyi történet jött elő, annyi sérelem, annyi minden, hogy adott egy egész könyvnyi. Abszolút, hát ez egy 10 részes sorozatnyi akármilyen. Minden, annyi sérelemben, hogy vannak az anyák, akik a gyerekeiket vesztették el, a nők, akikről ugye én is írtam, a vállalkozók, a fiatal férfiak, az idős férfiak, a gyerekek, akik ezt látták, a mafiózók gyerekei, az áldozatok gyerekei, hogy annyi oldaláról meg lehetett ezt a történetet fogni, mert ugye nem is csak egy történet, hanem rengeteg. Már megint sokat beszélek, hogy most mondom Tibornak, hogy most semmi mondja van. Ő, hogy akkor ő hogy... Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy hogyan jött ez a téma, hogy erről így. Hát én más oldalról közelítettem meg. Valójában, amikor megjelent a második könyvem, annak a végén én már beharangoztam, hogy mi lesz a harmadik, miről fogok írni, nem a cigányokról.
Hát ugye ezt azért jelentettem be, mert hát mindenki mondta, hogy meg vagy bolondulva, mániád, a darásfészkek bolygatása, meg ilyesmi. Na jó van, na. A lényeg az, hogy hát valójában én azért akartam a cigányokról írni, mert ez egy megoldatlan probléma ebben az országban, és én szerintem olyan probléma nem létezik, amit ne lehetne megoldani, ha jól állunk hozzá. És én fel akartam villantani valami mást azon kívül, amit a jelen politika képvisel. Így hát foglalkoztam az üggyel, meg is írtam 100 oldalt különben, de aztán egyre inkább az lett az érzésem, hogy itt ebben a országban nem is annyira a cigányok a problémások, hanem a politikusok. Ők teremtenek olyan légkört, hogy megoldhatatlanná válik a roma ügy. És akkor mondom, hát ha a politikusok a probléma, akkor írjak könyvet a politikusokról. És akkor így átértem erre. Mondom, na, politika, átgondoltam, milyennek is kéne lenni. Mondom, na jó, hát akkor keressünk egy olyan időszakot, amikor olyan jó politika volt ebben az országban, amikor úgy elégedett volt a nép, jó felé mennek a dolgok, rendes emberek képviselnek bennünket, fényes jövő áll előttünk. Hát neki indultam visszafelé az időbe, hogy találjak ilyet. Kőkorszak közepén feladtam. Nem, akkor meg találjak máshogy közelítsen, megkeressünk olyat, ami rossz volt. És akkor leírom azt a rosszat, azt mondom, hogy nem ilyen, az a jó. Hát ott már nem kellett sokat mennem visszafelé. Gyorsan rábukkantam a 90-es évekre, ugye rendszerváltás után első évtized, vagy ahogy mindannyian ismerjük, a Mecsiár korszakra. És akkor mondom, na né, hát ott, ami nem történt meg, azt ki kéne találni. Úgyhogy én a politikáról akarok írni, akkor mondom, ez az időszak, ez tökéletesen megfelel erre. Na de hát ugye ez megint jöttek a következő problémák, hogyan írjak én egy könyvet, mert szívem szerint ugye úgy kezdődött volna, hogy első 5 oldalon jókot oda mondok a Mecsiárnak, 50-en még ráerősítek, 100-en még néhány lapáttal rádobok, de hát ez így ilyen nem túlságosan izgalmas, ki fog így elolvasni a 150-en meg a 200-en oldalt. Tudtam, hogy valami még hiányzik, de arra meg rábukkantam, megjött az a fűszer, ami valójában ezt érdekessé és izgalmassá tette egy személyes találkozó formájába. Hát összefutottam Dunaszerdahelyen egy régi cimborámmal, akit 17-18 éve nem láttam. Hát róla annyit kell tudni, hogy annak idején belekeveredett ennek a pápai klánnak az ügyeibe. Nem volt valamilyen véreskező központi gangster. Inkább ilyen kis ügyeskedőnek nevezném, aki állandóan ott sertepert ért a nagyok között, és megpróbálta tőlük lehulló morzsákból valamiféle tőkét kovácsolni magának. Na de hát már ez is elegendő volt arra, hogy pórul járjon, a híres hírhet már említett Fontánabeli vérengzés után, kitört hatalmi harcokba ő is belekeveredett, hát pórul járt, mindkét kezét, mindkét lábát eltörték, és miután fölgyógyult, már nem is mert itt maradni az országba. Kiment Ausztriába, és hát ott vélte megtalálni a biztonságot. De hát azért ugye azt is tudjuk, hogy a csallóköz nélkül lehet ugye néni, csak nem igen érdemes. Úgyhogy ő is időnként hazajön, bulizik egyet a haverokkal, az gyorsan visszaslisszen. Na egy ilyen hazajövetel alkalmával futottunk össze mi is, hát örültünk egymásnak, ugye mondom, én nem tartom őt semmiféle bűnözőnek, igazi jópofás gyerek, akármeddig el tudunk lenni egymással. Hát azt tettük, amit az előtti számtalanszor, beütünk egy kocsmába beszélgetni. És ő tudta, hogy én időközben íróval avanzsáltam, olvasta a könyveimet is, és elkezdett kapacitálni, hogy ezt írd meg, a banda történetét, mindent elmondom, fú, te, az az igazi téma. Hát mondom, jó van, akkor mesélj. Hát fizettem neki egy fél decit, hogy jobban menjen, meg még egyet, hogy meg ne sántuljon. És aztán mondta, ugye, hát először még érdekes volt, de már a 28. verekedés, 32. betörésen kezdett úgy hasonlítani egymásra, de engem akkor is az érdekelt inkább, hogy hogyan lehetett ezt ilyen hosszú időn át büntetlenül megúszni. Akkor gyakorlatilag neked nem úgy kezdtél a könyvírás, hogy én ekkor sem a fiáról írok, hanem sok-sok... Igen, és akkor ő elmondta, hogy hát a mesét a terrorizált rendőrökről, a lepénzelt bírákról, ügyészekről,
együttműködő politikusokról, titkosszolgálatban, és itt kaptam föl a fejemet, hogy hoppá, hát ez úgy látszik, hogy ez hiányzott. És egy órán belül már tudtam, hogy ez volt azért nem is a maffiáról fogok írni külön, meg nem is a politikáról külön, hanem a kettőnek a együttműködéséről. És valójában így született a klán, amely csak névleg ugye a dunaszerdahelyi maffiának a története, mert nagyjából a felét a politika teszi ki. Tehát Mecsiár az egyik gengvezére, és a másik gengé meg Pápai Tibor. Nagyjából mennyiségbe is így áll össze a szöveg. Ezt azért már elhangzott egy kicsit, hogy hogyan is kezdtetek hozzá az íráshoz. Neked ugye az a személyes élmény ott a kozmetikával, illetve hát gondolom, hogy a baráti társaságokon belüli sztori, neked ez a személyes kapcsolat valakivel, aki annak idején ebben az ügyben volt, de hogyan átadok hozzá a történetet felépíteni? Kati, a te esetben női szemszög érvényesül. Eddig korábbi könyveikben is főleg a női szemszög nagyon erősek voltak. Tibor, pedig te pont erre a történetiségre helyezted a hangsúlyt, hogy így nagyobb képet alkotva erről az időszakról, tehát 89-től gyakorlatilag a 90-es évek végéig. Amikor kitaláltad ezt a könyvet, Kati, vagy ezt hogy na, akkor most szeretnék írni erről az időszakról. Tudatosan mentél arra, hogy három nőn, három különböző generáción próbál meg ezt bemutatni? Hát az elején nem, az elején még nagyon képlékeny volt az egész, azt tudtam, hogy erről az időszakról akarok írni, és azt is tudtam, hogy az áldozatok szemszögéből. Akárhányszor beírtam a Google-ba az elkövetők neveit, vagy annak az időszaknak pár ilyen kereső szavát, akkor ugye tudjuk az elkövetőket, ismerjük őket, a neveiteket, tudjuk azt, hogy vagyis ott tudjuk egy részét annak, hogy meggyilkolta, felrobbantotta, ezt tette, lecsontozta, hogy egy csomó ezeket a rémtettek megvannak. Longarica farm. Ez ugye minden. Így megvan, szóval, hogy az elkövetőket ismerjük, és az ő történeteiket. De ugye azt is tudjuk, meg főleg ott a környéken felnőve, hogy sokkal többen voltak az áldozatok, és hogy róluk nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy hányan voltak, nincsenek statisztikák, ez soha senki nem akarta felgöngyölíteni, nincsenek ilyen szociológiai jelentések. És ami sokkal rosszabb, az annál, hogy nincsenek számok, hogy nincsenek történetek se. Az ugye így legendás volt, hogy a maffiának az emberei, hogy lányokat rabolnak. De azt, hogy kiket, meg hogyan, meg lehet, hogy csak ketten voltak, vagy hárman voltak, vagy Isten tudja hányan voltak, hogy ez mind ilyen legenda, meg egy ilyen városi pletykává burjánzott. Semmi konkrét nem volt, semmi megfogható. És én úgy álltam neki, hogy akkor hallgassunk meg ezeknek a nőknek a történetét, akikkel ilyesmit tettek. És az elején még úgy indult, hogy elkezdtem mondani barátaimnak, hogy akkor ezzel akarok foglalkozni, és hogy akit ismernek, annak szóljanak, és hogy annak szívesen meghallgatom és feldolgozom a történetét. De ez valahogy így odáig fajult, hogy aztán olyan telefonokat kaptam, hogy igen, itt ez a lány, ebbe a faluba lakik, itt a telefonszáma. És ez egy kicsit ilyen fura volt az egész, hogy most akkor te keresd meg az áldozatot. Nem mehetek kvázi oda, nem csöngethetek be, hogy figyelj, egész falu tudja, mindenki arról beszél, életed legnagyobb traumája, akarsz róla beszélni? Szóval, hogy ez így nem működött, és akkor jött ez a közösségi média ötlet meg ereje, hogy abszolút megírtam kerekperec, és itt semmilyen homály nem volt körülötte, hogy én egy író vagyok, és ezzel akarok foglalkozni, aki úgy érzi, hogy bármit szeretne mesélni azzal az időszakkal kapcsolatban, az jöjjön. És nagyon sokan jöttek, és nem csak nők jöttek, hanem férfiak is jöttek, és nem csak fiatalok, hanem idősek is, és mindenféle történettel megkerestek. És miért pont ez a három nő, mert is a három nőnek a történetét mesélet párhuzamosan folyamatosan, de ott azért mindig van a maga előképe, tehát konkrétan ismered is ezeket a nőket, mert mondtad, hogy a somorjai fordulószalom, hogy találkoztál, aki mesélte, hogy az ő fia milyen drága jó ember, ez benne is van a regényben. Tehát mindegyik egy-egy konkrét figurával, hogy összehoztad ezeket a figurákat, Az őket. Utóbbi, abszolút. A végén az volt, hogy nagyon sok olyan nővel találkoztam, vagy tudtam róluk, akik hasonlóan élnek, hogy túlélték azt, hogy a gyerekeik a fiaikból vadállat lett, és aztán megölték őket, vagy eltűntek, vagy valamilyen ilyen fura körülmények között baleset áldozatai lettek.
Úgyhogy ismertem ezeknek az anyáknak a történetét. Aztán voltak ezek a akkor fiatal nők, akik most pár éve idősebbek, mint én, ilyen 40-esek, 45, 40, 30 valahány évesek, akiket így középiskolás korokban lettek ilyen csoportos nemi erőszak áldozatai. És annyi ilyen történet volt, de nem ragaszkodtam ahhoz, hogy csak nők legyenek, és aztán még a Ricsinek is nagyobb szerepet akartam, de aztán végül ez így alakult, hogy akkor három nő egy panelben egymás fölött alatt élnek, és mind a három más generációnak a tagja, mind a három más élethelyzetben van, de igazából összeköti őket az, hogy... És mind a háromnak ugyanaz a motiváció, hogy csak normálisan akar élni egy egyszerű kisvárosban, de ennek se sikerül, ugye, körülmények miatt.